Adásunk pillanatában is zajlik a Pendroid középiskolai verseny a Pannon Egyetem körforgásos gazdaság egyetemi központban. Az ország legtehetségesebb alkalmazásfejlesztő csapatainak megmérettetését 9. alkalommal rendezik meg a nagykanizsai kampuszon. A Pendroid hagyományteremtő szándékkal indult, és az évek alatt az egyetem egyik legfontosabb rendezvényévé nőtte ki magát. A versenyben, amelynek fontos részét képezi a kreativitás, a résztvevőknek idén egy válsággal kapcsolatos játékszoftvert kell fejleszteniük. Az, hogy a 2-4 fős csapatoknak viszonylag rövid idő alatt kell egy ilyen megmérettetést teljesíteniük, komoly szakmai kihívásnak minősül. Az indulók többsége az informatikai pályán helyezkedik el a jövőben. Gyakran találkozok ismerős arcokkal, akikkel a versenyen találkoztam először, és azt gondolom, hogy ez mindenképp ad nekik egy olyan szakmai lökést, hogyha nem is feltétlenül a Pennen, de mindenképp az informatika területén annyi többletenergiát fognak kapni, hogy ezt a szakmát ezt megszeretik, ebben a szakmában megtanulják, hogy milyen csoportosan dolgozni, milyen sikereket elérni, milyen alkotni, és épp ezért ők egy értékes informatikusok lesznek. A résztvevőknek összesen 9 órájuk van a feladat teljesítésére. A megmérettetésen összesen 10 középiskolai csapat vesz részt, érkeztek diákok Debrecenből, Siófokról és Kaposvárról is. Nagykanizsáról a Cserháti Technikum és a Batthyány Gimnázium tanulói teszik próbára tudásukat. Többen már kész tervekkel érkeztek a megmérettetésre. Az ötletet egy forradalomról merítettük, ugyanis ez egy válság, és 1956 az egy megtörtént esemény Magyarországon, és ezt szeretnénk meganimálni a játékunkban. A verseny 19 óra körül zárul, akkor hirdetik ki a győztest.